1982-ben Gyorgye Branislavjevics és Príbo István egy kötetlen beszélgetés folyamán arra az elhatározásra jutottak, hogy érdemes lenne összegyűjteni a búvárkodás iránt érdeklődőket Szabadkán. Az ötletet Tett követte, hamarosan, mintegy 20 sportember részvételével megalapították a helyi búvárklubot. Az első fölszerelést mindannyian magunk vásároltuk, azt én Beográdba szereztem be, Pribolya vezetéklevben, de Pribolyban van egy gyár, aki gumiruhákat, ilyen neopréneket gyártott, és azoktól én Beográdba beszereztem, aztán megvette mindenki a sajátját, úgy kezdődött. Hát most van manapság, nagyon jól föl van már szerelve az egyesület, és nagyon sok új búvár született ennek alapján, tehát ez az utóbbi 40 évben. A Spartacus búvárklub jelenleg 40 aktív taggal rendelkezik, és eddig mintegy 500-an végezték el a képzést. Az elmúlt bő 20 évben számos sportesemény megszervezésében vettek részt, melyeken a mai napig érvényes világcsúcsok születtek. Két egymást követő évben is bírákat biztosította a búvár világbajnokságra, országos versenyeket szervezett és bonyolított le a statikus és dinamikus versenyszámok mellett víz alatti céllövészetben is. Mindezeken sikeresen szerepelnek a sportolóik, számtalan trófeát szerezve. A klub legsikeresebb sportolója Nenad Pavkovics, aki a világ élvonalába tartozó versenyző, egy levegővétellel 200 méter hosszan tud úszni a víz felszíne alatt. A legutóbbi törökországi világbajnokságon szerbiai csúcsot állított be 60 méter mélyre merülve. Jedni smódosni váltsa száveza organizacija podvodnih aktivnosti Vojvodine, tako da i tu imamo dobru saradnju, unapređujemo se, staramo se oko obuke naših kadrova, stručnjaka i instruktora, kako da obezbedimo sportistima da mogu lakše da prođu, a isto tako imamo odličnu saradnju i sa Nacionalnim krovnim savezom gde ja vršim funkciju sportskog direktora. Az ünnepségen köszönő okleveleket adtak át azoknak a tagoknak, akik hosszú évek munkájával hozzájárultak a klub alapításához, illetve sikeres működéséhez. A Pannon RTV is elismerésben részesült azokért a tudósításokért, amelyek a Spartacus Búvárklub sporttevékenységét mutatják be rendszeresen.